Köszöntöm a kedves nézőket, újabb oktatónk munkáját ismerték el. Semmelweis nap alkalmából Batthyány Stratmann László díjat kapott dr. Bethlehem József, az egészségtudományi kar dékánja. Köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Üdvözlöm Önt és a kedves nézőket is. Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő teljesítményért kapta ezt az elismerést. Vissza tud még emlékezni, hogy ez a terület hogy jött az ön életébe? Azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag régóta készültem arra, hogy valamilyen módon a segítő szakmák egyikét válasszam, és hát a többfelé történő kacsingatásaimnak végül is az lett a fókusza, hogy a Pécsi Orvostudományi Egyetem akkor igazándiból körvonalazódó egészségügyi főiskolai képzéseibe találtam meg az első képzésemet. És aztán az egészségtudományi karon is maradt oktatóként is. Az oktatás hol helyezkedik el az ön hivatásában, hogy érzi? Hát ahhoz képest, hogy igazándiból középiskolában egy dolog fogalmazódott meg bennem, hogy a tevőleges betegellátásba szeretnék tevékenykedni, és lehetőleg kevéssé az oktatásban. Azt gondolom, hogy ez már elég jelentősen átalakult, mert volt részem abban, hogy a gyakorló egészségügyben is dolgozhattam egy ideig, és valóban azt követően, még néhány diploma begyűjtését követően, ma már azt tudom mondani, hogy elsősorban valóban oktatói tevékenységet folytatok, akkor, amikor nem a vezetéssel foglalkozok éppen aktuálisan. De tudjuk, hogy a vezetéssel is foglalkozik, hiszen az egészségtudományi kar dékánja. A vezetői pozíciót hogyan tudja összeegyeztetni az oktatással, mennyire hat egymásra a kettő, mennyire tudja kiegészíteni egymást a kettő, segíteni esetleg? A hatás az biztos, hogy egyfelől azt jelenti, hogy viszonylag kevesebbet tudok az utóbbi időben oktatással, tevőleges oktatással foglalkozni, hallgatóknak a kísérésével foglalkozni. Jól lehet, még próbálkoztam azzal, hogy gyakorlati csoportot is vigyek, de akkor, amikor a dékáni pozícióba kerültem, ezt már föl kellett, hogy adjam, tehát inkább elméleti előadásokat tartok meg. Természetesen az embernek szélesíti a látókörét maga a vezetés is egyértelműen, és ezt a kurzusokban is igyekszem azért ugyancsak visszatükröztetni a hallgatók felé is. Újra megválasztották az egészségtudományi kar dékánjává. Milyen tervek vannak a kar, illetve ön előtt? Hát ha egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor nyilván folytatni azt a fajta pályát, vagy azt a fajta elkezdett gondolatot, amit kollégákkal 4 évvel ezelőtt elterveztünk. Ebből én azt gondolom, hogy nagyon sok minden megvalósult most itt így 4 évet összegezve. Többek között az, hogy egy olyan fajta infrastruktúrális feltételrendszert valósítsunk meg itt Pécsett, amire eddig még nem volt példa a kar elmúlt, most már majdnem 25 évében. Ez azt jelentette, hogy a hallgatóknak egy jobb színvonalú oktatási szolgáltatást lehet majd biztosítani a jövőben. Ebben még ahhoz, hogy ez komplett legyen, hiányzik egy-két lépés, amit mindenképpen az idejében szeretnénk meglépni. De maga a nagy előadó, amit időközben föl tudtunk építeni, az gyakorlatilag a 21. század oktatás technológiájának felel meg. Az egyes padsorokba székekhez telepített számítógépeken keresztül, monitorokon keresztül, amikkel gyakorlatilag a hallgatókat interaktív módon lehet oktatni is, és természetesen nagyobb létszámú hallgatóknak a vizsgáztatására is lehetőséget nyújt ez a terem. Illetve még, hogy hozzátegyem azt is, hogy nem volt eddig egy igazán tetszetős nagy előadónk, vagy konkrétan szinte lehet azt mondani, hogy semmilyen, ez a terem akár ezt a funkciót is be tudja tölteni a jövőben. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat volt az elmúlt időszakban, ennek még folytatása kell, hogy legyen, ahogy mondtam. Ugyancsak nagyon fontos dolog volt, hogy a humán erőforrást megerősíteni a karon annak érdekében, hogy az egészségtudományi kar ne csak szavak szintjén legyen méltó az egyetemi karirankhoz, hanem valóban a felsőoktatási törvény, illetve a MAB akkreditációs kritériumainak is meg tudjon felelni. Mára büszkén mondhatjuk el azt, hogy megtörtént, illetve zajlik jelen pillanatban is az orvos egészségtudományi és sporttudományi párhuzamos akkreditáció, és ebből látjuk már azt, hogy 80% fölötti a minősített oktatói arány a karon, ami még mondjuk 10 évvel ezelőtt gyakorlatilag a 25%-ot is alig érte el. És ezzel párhuzamosan természetesen a képzési portfóliónkat is szélesítettük, és megerősítettük bizonyos pontokon, tehát én azt hiszem, hogy ez egy ugyancsak fontos jövőbemutató fejlesztési terület. A harmadiknak persze mindenféleképpen a kar gazdasági stabilitásának a megtartása, megteremtése, fejlesztése kell, hogy a célok között szerepeljen. Azt gondolom, hogy még fontos kiemelni a jövőt illetően azt, hogy egy úgynevezett hagyományos kínai gyógymódra fókuszáló Konfuciusz intézetet pályáztunk meg a kínai kormánynál.
Tudva levő az, hogy a világon eddig 6 ilyen intézetre adott jogosultságot a kínai kormány és támogatást, és komoly erőfeszítéseink vannak abban, részben rektor úr részéről, részben a karmunkatársai részéről, hogy a 7. ilyen típusú intézetet a világon a Pécsi Tudományi Egyetemre hozzuk, és bízom benne, hogy ez is egy kitörési pont lehet a kar számára és az egyetem számára is a jövőben. Dékán úr, én köszönöm szépen, gratulálunk még egyszer az elismeréshez, és egy sikeres periódust kívánunk. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt.